Szeretettel köszöntelek benneteket, a nevem Jázmin, remélem jól vagytok. A vasárnap este van, és úgy gondoltam, hogy holnap reggelre nézhetitek ezt a videót, amit most fogok csinálni. Előre húztam kártyákat, meg amit éreztem, leírtam, mégpedig csak azt akarom megnézni, hogy a férfi mit érez irántatok, tehát vagy a nő mit érez irántatok, vagy mit szeretne nektek elmondani, amiről esetleg nem tudtok még, úgyhogy nézzük is. Előtte elmondom a közleményeket, aki szeretne e-mail jóslást, az írjon sziget31@gmail.com, aki szeretne oldást, mert úgy érzi, hogy stresszes, vagy családi hagyományokból hozott olyan blokkokat, amit nem tud egyedül megoldani, és mindig ismétlődik újra és újra, ugyanazok a rossz dolgok, abban is tudok segíteni. Aki pedig azt érzi, hogy bizony megátkozták egy rossz akaró, egy volt feleség, egy volt partner, vagy valaki a munkahelyen rosszat akar neki, és érzi, hogy átkot tettek rá, az nagyon fontos levenni, abban is tudok segíteni. Aki pedig fehér mágiát szeretne, hogy a párja kicsit jobban szeresse, mert ellaposodott a kapcsolat, annak is itt vagyok. Aki pedig csak azt akarja, hogy egy gyönyörű imát mondjak elérte, és videóra fölvegyem, annak is itt vagyok. Aki pedig szeretne egy védőpajzsot, ami legalább egy éven át segíti, hogy senki ne tudjon beleavatkozni a kapcsolatába, negatív és pozitív irányban sem, annak természetesen tudok segíteni. Tehát ez a védőpajzs megvédi azokat a szeretteinket, akiket meg akarunk védeni, hogy ne tudjanak az életünkbe beleavatkozni. Úgyhogy ennyi lenne a közlemény. Nézzük a jóslást. Kicsit a hangom fárad, de elnézést kérek. Tehát nézzük a kártyákat. Látlak az álmaimban. Nehéz kinyílnom feléd. Nem tudom, hogy ki vagyok. Te vagy a mindenem. Nem voltam igazi felnőtt férfi. A szerelmünk meg volt írva a csillagokban. Interneten figyellek. Négyes botok. Ítélet, tízes kelyhek, király kardok, csillag, szenvedély, igazi szerelem, kibékülés és vonzódás. Meg fogom nektek nézni, hogy ezek az írások, ezek a kártyák valójában mit is jelentenek. Mindjárt az jut eszembe, hogy ez a férfi rólad álmodozik, és az álmaiba téged lát egyfolytában, hiszen itt van, hogy látlak az álmaimban. Úgy érzem, hogy visszafogja magát, ugyanakkor szeretné neked elmondani, hogy ott vagy a gondolataiba, éjjel-nappal, de legtöbbször rólad álmodik, akkor is, amikor nem akar, tehát kísértésbe esik, és egyfolytában álmaiban is rád gondol. Ahhoz képest, hogy nehéz neki megnyílni feléd, úgy érzem, hogy el van akadva, de ugyanakkor mégis közeledni fog hozzád, azt mondják itt a lapok, hisz azt mondja, hogy nehéz kinyílnom feléd. Igen, nehéz neki elmondani az érzéseit jelenleg, lehet olyan dolgokat csinált, amitől most szégyeli magát, és nem meri elmondani azt, amit el szeretne mondani. Nem áll rá készen jelenleg, hogy elmondja 100%-ban azt, amit érez, de ne aggódjatok, mert rá fog állni, tehát ki fog nyílni, és közeledni fog felé, ha nem holnap, vagy ha nem ma, akkor holnap után. Tehát nem áll rá készen, de azért mégis közeledni fog. Úgy gondolom, hogy egy páran értitek, hogy miről beszélek, tehát tudjátok azt, hogy rátok gondol,
Tudjátok azt, hogy hiányzol neki, mégsem közeledik, pedig te már várod. Ha nem is áll rá készen, higgyétek el, hogy készen fog állni. El fogja nektek mondani azt, hogy nagyon sokat gondol rátok, el fogja mondani azt, hogy nagyon hiányzol neki, és el fogja azt is mondani, hogy bizony-bizony az álmaiban téged lát, rólad álmodozik. Lehet, hogy nem jó álmok, de attól függetlenül te vagy az álmaiban. El fogja azt is mondani, hogy te vagy az a nő, aki hosszú távra megfelelne az életébe, akivel el tudnák képzelni hosszú távra az életét, és el fogja mondani igazából azt a dolgot, hogy te rád várt egy életen át, hisz azt mondja, hogy te vagy a mindenem, szenvedélyt érez, kibékülni szeretne mindenképpen, mert valami oknál fogva rájött, hogy mégiscsak te vagy az igazi. Egy páran lehet azt mondjátok, ha igazi vagyok, akkor miért tette ezt, vagy azt, vagy amazt, miért csalt meg, miért hagyott itt, miért lopott meg, miért vert meg, miért hazudott. Nagyon egyszerű a válasz, amit ő mondana nektek, és mondani fog nektek, hogy nem voltam igazi felnőtt férfi, tehát nem tudott kiteljesedni ebbe a szerelembe, nem tudott megfelelni neked, nem azért, mert nem akart, nem azért, mert nem szeretett, hanem mindegy, hogy hány éves belül csak egy gyerek volt, aki nem tudott alkalmazkodni a jóhoz, vagy a rosszhoz, vagy igazából semmihez, és úgy viselkedett, mint egy makas gyerek, akit megvernek, vagy akit megszidnak. Amikor probléma volt, akkor elszökött tőled, vagy megcsalt, vagy bármi rosszat tett, tehát nem tudott ott lenni 100%-ban, mint egy igazi férfi. Még azt is úgy gondolom, hogy még most sem igazi férfi, még most is el van akadva ez a férfi, hisz, hogyha nem lenne elakadva, akkor élni az életét, hogyha már elhagyott, mással lenne boldog, stb. De mivel el van akadva, mi még nem nőtt fel igazán, tehát most rájött, hogy ahol van, ott bizony nem boldog, ott nem fogadják szívesen, kihasználják, nem jók a barátok, nem jók a családtagok, nem jó a feleség, nem jó bárki, és ezért most vissza akar jönni hozzád, mert rájött arra, hogy te voltál az a nő vagy az a férfi, aki türelmesen várt rá, aki szerette feltételek nélkül, aki imádta őt, aki teljesítette minden kívánságát, és ki ne szeretné a jót, tehát most vissza akar térni hozzád, és el akarja neked mondani, hogy bizony te vagy a mindene, hogy hiányzol neki, hogy látlak az álmaimban. Egy még biztos, hogy még mindig nem tudja, hogy ki ő, nem tudja, hogy mit akar, nem tudja, hogy ki ő, nem tudja, hogy hogyan legyen igazi férfi, tehát a kérdésem az, hogy szükséged van-e olyan valakire, aki bizonytalan önmagában. Bár szeretne meggyógyulni, hisz itt van a csillagkártya, ami azt jelenti, hogy elindul lassan, de biztosan egy gyógyulás felé, meg akarja magát gyógyítani, a kapcsolatotokat helyre fogja hozni, egy párotoknál házasságot látok, kelyhek tízes új alapokat akar adni a kapcsolatban, ki akar teljesülni a kapcsolatban, szeretne gyereket, macskát, kutyát, erről álmodozik, de ugye ahhoz fel kéne nőni. Azt érzi, hogy a kapcsolatotok, a szerelmetek meg volt írva a csillagokba, most arra jött rá, hogy hiába vagytok távol, mégis nagyon erős kötellék, ikerláng vagy lelkitársi kapcsolat van köztetek, és úgy érzi, hogy hiába ment el, vagy mentél el, még mindig van kapcsolat köztetek, és úgy érzi, hogy az univerzum is azt akarja, hogy újra egy pár legyetek, hisz azt gondolja, hogy születésektől kezdve meg volt írva, hogy bizony ti egy pár lesztek. Erre te tudom, azt mondod, akkor miért volt megírva, hogy elmenjen? Azért volt megírva, mert nem szolgálta a javadat abban a pillanatban. Azt mondom, hogy ez a férfi tehát rád vár, és lehet nem mondja el azt, amit szeretne, lehet nem mutatja ki az érzéseit, de viszont nem jelenti azt, hogy akkor nem szeret, nem hiányzol neki. Néha az emberek eldugják az érzéseiket, mert félnek, hogy megégetik magukat, néha nem akarják, hogy kihasználják őket, de attól még az érzés bizony ott van, ennek a férfinek is még szeret téged, hiányzol neki, vagy hogyha egy időben nem szeretett, most újra szeret téged. Az emberek néha nem mondják el az érzéseit, nem mutatják el sokszor, mert félnek, hogy mi visszaélünk vele, és
ezért eldugják az érzéseiket. Ez a férfi is nem tud kinyílni jelenleg, mert fél attól, hogy nem bocsájtasz meg neki, vagy nem fogod őt jó szívvel várni. Például néha vonzódunk valakihez, de nem mondjuk el neki, mert félünk attól, hogy mi lesz rá a válasz. Úgyhogy ő is ebben így van. Aztán néha az emberek a Facebookon azt mondják, hogy milyen jól vannak, gyönyörű képeket kitesznek, de igazából ez nem így van, csak azt tudja, aki benne él a kapcsolatban, hogy bizony csak egy külső csillogás, és jó pár ember a Facebookon, az interneten nem azt mutatja, ami valójában van. Visszatérve a jósláshoz, ez a férfi lehet azt mondta neked, hogy köszönöm, jól vagyok, már túltettem magamat, már nem érdekelsz, lehet, hogy csillogó-villogó képeket tesz fel a párjáról, vagy akivel van, de azt kell mondjam, hogy ez nem igaz, mindig azt mondom, nem minden arany, ami fénylik, nem érzi jól magát a bőrében, nem kezelik őt jól, és bizony az ítéletkártya jelzi, meg a kardok királya akar veled beszélni, és végre valahára szeretne őszinte lenni hozzád, el szeretné mondani azokat a dolgokat, amit itt leírtam, hogy látlak az álmaimban, hogy nehéz kinyílnom, hogy nem tudom, hogy ki vagyok, és hogy a szerelmünk meg volt írva, ezeket fogja neked elmondani. Hogyha ezeket elmondja, kérlek, írjad meg nekem kommentbe. Tehát azt gondolja, hogy Isten is egymásnak teremtett titeket, és muszáj volt megismerkedjetek, és most újra közeledni akar hozzátok, mert nagyon erős köteléket érez, de azt érzem, hogy ti is egy páran azt érzitek, hogy bizony az angyalok nézik a kapcsolatotokat, és hogy meg volt írva az életetekben. Én erre azt mondom egy páratoknak, igen, egy páratoknak, mit tudom én, 70%-ának vissza fog térni, és el fogja ezeket a dolgokat mondani, amit én mondtam. Azt érzem, hogy fejlődni akar, hogy nagyon elege van önmagából, hogy még mindig kisfiú, nagyon elege van, hogy nem tud kiteljesedni egy párkapcsolatban, nagyon elege van, hogy nem tudja kimutatni az igazi szerelmét, úgyhogy gyógyítani fogja magát, lehet, hogy ő is valakivel gyógyítatja magát, vagy barátoktól tanácsot kér. Azt mondom, hogy a kapcsolat fejlődésnek indul, amikor visszatér, és hogyha akarsz, meg akarsz neki bocsájtani, akkor bocsássál meg neki, hisz nem direkt csinálta azokat, amit csinált. Egy páron azt gondoltátok, hogy az ő élete boldog, hogy sikeres, hogy jól van, és hogy kitűnően érzi magát, viszont most meg fogsz lepődni, amiket mond, teljesen ki fogsz akadni, hogy ez csak egy ilyen, egyszerű dolog volt, amiről azt hitted, hogy nagy dolog, nem. Lehet, hogy jó volt egy hónapig, két hónapig, egy évig, és most hirtelen rázuhant a karma, ugyanis azt kapjuk vissza, amit adunk, ha megcsalt, ha hazudott, most éli azt a korszakot, amit a karma adott neki, hogy nincs jól, hogy nem becsülik meg, hogy nem szereti önmagát, hogy nem jól van a bőrében, és természetesen kapaszkodik utánad ahhoz a valakihez, aki feltétel nélkül várja őt és szereti, úgyhogy ha azt mondod, hogy jól van, a válaszom az, hogy abszolút nincsen kitűnően, és abszolút nincsen jól. A karma mindenkinek visszaadja 99%-ban azt, amit adtunk egymásnak, úgyhogy ő is most éli azt. Még annyit látok, hogy nem sokára fog jelentkezni, és váratlanul fog jelentkezni, mint ahogy mondtam is. Nagyon meg fogsz lepődni azokon a dolgokon, amiket fog neked mondani. Hallgass meg, amit mond, és hogyha úgy gondolod, hogy őszintén beszél, akkor hajrá, ki lehet vele békülni. Egy párotoknál házasságot akar, újra akarja építeni a kapcsolatot, gyereket, macskát akar, és vissza akarja, hogy vedd és fogadd őt szeretettel, azt akarja, hogy vonzódjál hozzá, hiányzol neki szexuálisan, ki szeretne veled békülni, úgy érzi, hogy te vagy a mindene, hogy egy életen át te rád várt. Interneten is figyel téged, azt gondolom, és amit még mondanak itt nekem a Spirit, hogy interneten ki fog tenni egy olyan dolgot, amiről meg fogsz lepődni. Lehet egy közös ételeteket, amit szoktatok főzni, vagy egy közös valami dolgot, amit együtt csináltatok, egy párotok észre fogja venni valamelyik interneten, hogy valamit ő megjegyzett, vagy kitesz, ami rólad fog szólni. Ezzel akarja tudatni neked, hogy hiányzol neki, és hogy újra szeretné a kapcsolatot.
azzal akarja neked megmutatni, hogy még mindig szeret téged, leszeretné zárni azt a korszakot, ami nem volt jó az életében, és azt akarja neked mondani, hogy mással nem lehetek boldog, nem érzem jól magam, csak veled. Tehát te döntöd el, kedves néző, hogy szeretnéd ezt a kapcsolatot újra vagy nem, tehát az üzenete az, hogy nem akarok mással boldog lenni, csak a mi kapcsolatunkra ad Isten áldást, azt akarja mondani, hogy meg van írva a kapcsolatotok, mással nem tudok boldog lenni, mert nincs rajta áldás, és te vagy az a nő, akiről álmodozik, és aki kell nekem. Úgyhogy te döntöd el, hogy akarod-e vagy nem-e őt, ha jelentkezik, írjátok meg, látom a kommentekbe, azért nagyon-nagyon pozitív, hogy egy jó páratoknak már pont fel is hívta, hogy mondtam is jelentkezett. Úgyhogy aki szeretne, az tud rá várni, és fog jelentkezni mindenképpen. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, remélem tetszett a videóm. Ha tetszett, akkor osszátok, lájkoljátok, sziasztok!